Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a ma esti webináriumon, amely egy hatrészes közgyűjteményi webinárium sorozat második epizódja, és szeretettel köszöntöm a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársait, mai előadóinkat, és hát örülök, hogy sor kerülhetett erre a kiváló alkalomra, mert most a digitális munkarend idején az izgalmas digitális tartalmak, a pedagógusoknak szóló lehetőségek úgy kellenek, mint egy falat kenyér, és ez most tulajdonképpen igaz határon belül és határon kívül is, annál is inkább, mert szeretettel köszöntöm a külhoni kollégáinkat is, akik itt vannak ma a webináriumon. Tehát köszöntöm Cékmány Annát, Kádár Annát, Kodolányi Juditot és Sóki Diánát, és nem is húznám az időt, át is adnám nekik a szót. Parancsoljatok! Nagyon szépen köszönöm, jó estét kívánok, én is köszöntök minden kedves vendéget, és én Kodolányi Judit vagyok, a Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógusa, és ahogy elhangzott, ugye ez itt a ma esti webináriumunk, amin az online lehetőségeinkről fogunk mesélni, és akkor most én meg is osztanám a prezentációmat, ami csak egy nagyon rövid prezentáció lesz, hiszen én most csak én csak bevezetni szeretném azt, amit a kollégáim majd elmondanak. Egy pillanat türelmet. Ez érdekes. Tehát nyitva vagyunk, élő online vezetések minden körülmények között. Ez a mi webináriumunknak a címe, és ahogy Attila be is mutatott minket nagyon kedvesen, Cékmány Anna, Kádár Anna, Kodolányi Judit és Sóki Diana vagyunk mi, a PIM4 Múzeum pedagógus, ami mindannyian vezető csoportokat, amikor éppen lehet, és mindannyian részt veszünk a projektekben, a programokban, hasonló dolgokat csinálunk a PIM Múzeum pedagógusaiként, és hát tulajdonképpen amiről most itt szó van, az az, hogy mi is történt velünk akkor, amikor beköszöntött az a helyzet, ami mindannyiunkat elért tavasszal, hogy bezártak az iskolák, és egyszer csak nem jöttek a csoportok. Az első reakciónk az persze nekünk is a fejkapkodás volt, a második reakciónk azt hiszem, hogy az volt, hogy hogyan segíthetnénk mi a pedagógusoknak, és hogyan érhetnénk el a csoportokat és a diákokat újra. És a harmadik reakciónk azt hiszem, hogy az volt, hogy mennyi minden lehetőség van itt, amit milyen buták voltunk, hogy nem fedeztünk már fel korábban. És ezekről a lehetőségekről fogunk most majd beszélni, hogy mit tehet egy múzeumpedagógus, hogyan segítheti a tanítást, a csoportoknak a munkáját, hogyan teheti gazdagabbá az iskolai online digitális tanítást, akár hosszú-hosszú hónapok alatt. És amit most látunk, az egy Mentimeter nevű alkalmazás. Gondolom, hogy sokan már ismerik ezt az alkalmazást, de aki nem ismeri, az majd most már fogja ismerni, mert ez is az egyike azoknak az eszközöknek, amelyeket használunk például ezekben az online vezetésekben, és a következőképpen fog az egész működni. Itt a menti.com oldalt kellene beírni a telefonba, a tabletbe, vagy a számítógépnek a böngészőjébe, tehát ez egy internetes, nyilván egy internetes cím, és rákattintva erre a lehetőségre, a keresési lehetőségre, amikor a kódot kéri a Mentimeter, akkor az 5588004-es kódot kellene beírni. És amíg ez megtörténik, addig én tovább mesélek, hiszen tulajdonképpen azt szeretnénk tudni, hogy hogyan élték meg a tanárok, hogyan élték meg mások azt az időszakot, amiről szó van most. És nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogyan élték meg ezt önök, úgyhogy ebből egy szép szófelhőt fogunk most majd a Mentimeter segítségével készíteni. Ha sikerül beírni a kódot, és sikerül bejutni a Mentimeternek az oldalára, akkor ott vannak lehetőségek arra, hogy
befejezzék a mondatot. Tehát a digitális oktatásról az jut eszembe, hogy, és ide akár több lehetőséget is be lehet írni, mi az első, ami beugrik, a nagyon jó élmények, a nagyon rossz élmények, a lehetőségek, esetleg egy-egy bármilyen jelzőt szívesen fogadunk. Azok a lehetőségek, amelyekről most majd a kollégáim beszélni fognak, azok online együttműködésre emelk, ezek most szépen meg fognak majd itt jelenni. Tehát azok a lehetőségek, amelyekről most be fognak számolni a kollégáim, azok tulajdonképpen nekünk egy nagyon pozitív visszajelzést hoztak. Kitaláltuk azt, hogy online vezetéseket fogunk csinálni, találtunk erre egy felületet, és tulajdonképpen egy hónap alatt körülbelül 2000 gyereket sikerült vezetnünk csoportokban ezekben az online kiállításokban. Tehát egy nagyon szép eredménnyel zártuk a karanténnak az utolsó hónapját. Ennek ellenére azt gondoljuk, hogy tovább is kell mennünk ezekkel a lehetőségekkel, és tovább kell fejlesztenünk új dolgok felé a működésünket, úgyhogy hát erről fog szólni ez a mai nap. És most már úgy látom, hogy nagyon szépen alakul a szófelhőnk. És kimerültség, kihívás, a tanulás, az mindenképpen. A tanulási folyamat, ez nekem különösen tetszik, hiszen valószínűleg újabb tanulási folyamatokat kell nekünk is megtanulnunk és kidolgoznunk ezeknek a procedúráknak a során. Innováció. Jó, még egy pár másodperc, és akkor azt hiszem, hogy ha ennyi rengeteg szép ötletet sikerült összegyűjtenünk, lehetőség kihívást jelent, bezártság, igen, a negatív és a pozitív dolgok úgy látom, hogy egyformán itt vannak. Ha ilyen sok szép lehetőséget sikerült összegyűjtenünk, most szeretném átadni a szót a kollégámnak, először Cékmány Annának, aki arról fog mesélni nekünk, hogy mennyi minden online lehetőséget tartogat a Petőfi Irodalmi Múzeum, akár csak a pedagógusoknak, vagy az egyéni látogatóknak. És akkor most leállítom a megosztást. És átadom a szót. Köszönöm szépen! Szuper, nagyon szépen köszönöm, és én is szép délutánt vagy estét kívánnék mindenkinek. Most csak monogramokat látunk elég szürreális módon, és elképesztően köszönjük, hogy ennyire kooperatívak voltatok, vagytok, mert hogy zseniális jelzők jöttek. Nekem az egyik személyes kedvencem a véget nem érőség, de ez az én személyes tapasztalatom is, hogy ez valahogy nem úgy tűnik, mint ami nagyon szeretne befejeződni, és én nagyon-nagyon röviden megmutatnám tulajdonképpen a teljes portfóliónkat, amit itt az online rémületben és inspirációban, mert mi is az egyik végponttól a másikig oszcilláltunk, mind érzelmileg, mind intellektuálisan, összeraktunk a kollégákkal, és most nekem jön ez a megosztásos, őszintén remélem, hogy látszik a képernyőm. Ugye a tárlatvezetések, foglalkozások lenne a tanulás menüpont alatt békeidőben az a portfólió, amit mi kínálunk, de most az online múzeumpedagógia egyetlen egy kicsin csempéje alá szorítottuk magunkat. És az online múzeum pedagógiánál tulajdonképpen én most elkezdeném nagyon szép sorban. Fejlesztettünk ugyanis online platformokat. Ezeknek egy része játék, egy része pedig egy digitális kiállítás építő platform, ez a Tiéd a gyűjtemény, ő most futja a demo köreit, és őszintén reméljük, hogy januárban lehet majd az országos nyilvánosságra hozatala. Az Akarsz-e játszani-nak az volt az alapkoncepciója, hogy elég nagy fájdalom az is, hogyha megszűnik egy tárlat, de az talán egy picit még érthetetlenebb fájdalom, hogy az abban lévő digitális játékok, amik tudnak rendkívül inspirálóak lenni, ugyanúgy eltűnnek és semmivé enyésznek, és ugye gyakran előfordul, hogy 3 év múlva már nincs is olyan környezet, amiben futtatni lehetne ezeket a webes programokat, amiben annyi fejlesztői écesz van és annyi kollégai ötlet.
és úgy döntöttünk, hogy a még álló Petőfi kiállításunk, ugye az is 2023-ban meg fog újulni a születésnapra, tehát a még álló Petőfi kiállításunk két játékát, az Aranybusznak egy játékát, illetve a már nem látogatható Arany bicentenáriumi tárlatnak, az Önarckép állarcokban címűnek két játékát kitesszük az online felületre. És itt lehet látni ezekkel a kis jelecskékkel, ezek mind-mind linkek, és oda vezetnek. Ebből egyet szeretnék megmutatni, de pár mondatot azért így kezdcsinálónak mondanék a többiről is. Az aranyutaknál kiderül, hogy Arany János akármilyen zárkózottnak tűnik, és bánatos arcúnak minden fotónkon, ránk maradt fotón, hihetetlenül sokat utazott, és egy kicsit azt is meg lehet érzékíteni a diákokkal is, vagy akár kíváncsi felnőttekkel, hogy mennyire más volt az utazás fogalma mondjuk az 1800-as évek közepén és végén, mint most 2020-ban. Meddig tartott egy fürdővárosba az út, és egy iciri-picirit abba is bepillanthatunk, hogy mennyire lett híres mondjuk Magyarországon Arany János, hány közintézmény és hány utca viseli az ő nevét. A nemzedék társak az, ha tetszik, egy haladóbb szintű játék, az igazi műélvezőknek való, ott Petőfi barátairól van egy adatvizualizációs gyűjtemény, és ott azt lehet megtudni, hogy milyen klubokhoz tartoztak, vagyis milyen önképzőköri egyletekhez, illetve egy kicsit azzal is lehet játszani, hogy csak bocsánat, néha bepinnyeg, és akkor odafigyeltem. Tehát azzal is lehet játszani, hogy milyen vallási felekezethez tartoztak, és a vallási felekezetnél például nagyon-nagyon érdekes, hogy katolikus mindössze kettő a több mint 30 főből, tehát inkább kisebb vallásokból jöttek. A World Wide Petőfi, mint a neve is mutatja, ez azt mutatja meg, hogy Petőfi Sándorunk hogyan lesz világhírű. A szónak a szoros értelmében ő az egyetlen olyan magyarul író, alkotó, akinek a műveit több mint 54 nyelvre fordították le. És az érezni arany, pedig Arany Jánosnak ugye 60 ezres szókincse volt, és vele mérhetjük össze a saját műveltségünket. Feldob nekünk arany kifejezéseket, és három lehetőség közül választhatunk, és hogyha eltaláljuk, ugye semmi tétje nincs, mert megadja a helyes választ, akkor a tizedik után kibontakozik szerintem egy nagyon poétikus ábrával magának aranynak az arca. És én a szótippelőt szeretném megmutatni, az emoji rappet, aminek az a címe, hogy érezni arany, ennek elképzelhető, hogy fogják hallani a hangját is, de annál élvezetesebb. Itt ezeket a kis emojikat fel lehet húzogatni ide. Jaj, gyere szépen. Itt most én egyetlen egy sort mutattam meg, de az a dolognak a lényege, hogy emojikhoz olyan aranyversorokat rappel, amik megigézik az embert, hogy ennyire dúsan tudta az érzelmeit kifejezni Arany János. És ezen a honlapon van még egy online játék, ez pedig a Csát Kaleidoszkóp. Ugye a Csát kiállítás az, ami szintén már nem látogatható sok Diana csinált egy egész univerzumot, és itt a kaleidoszkópba erre rákattintva, belépve egy 8 menüpontból álló oldalt találhatunk, itt is elindítom majd a hangot, és a 8 menüpont az 10 Csát novella részletet tartalmaz, illetve Csát idézetek vannak kiemelve, és tulajdonképpen összemixelhetjük ahhoz az adott hangulathoz, ahhoz a verbális univerzumhoz a saját zenénket, és ezt egy kortárs elektrozenész keverte nekünk. Most itt is csak kattintok a felületre, hogy a hangcsúszkák állításával a saját zenénket tudjuk összeállítani. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, vannak letölthető tananyagaink, ezek folyamatosan bővülni fognak. Egyelőre Jókai Mórhoz és Aranyhoz, illetve Móriczhoz, ahogy így lehet is látni. Most rákattintok az egyikre, csak hogy lehessen érzékelni, hogy mennyire dús a választék. És ezek a kékek, ezek mind-mind linkek, illetve itt Kádár Anna kolléganőm azt is megcsinálta, hogy PDF-ben le lehessen tölteni ezeket az anyagokat. És most visszajövök a fő oldalra,
és megmutatnám, hogy amit Judit már említett, hogy 3 hét alatt több mint 80 csoportot vezettünk online tárlatokban. Itt 4 tárlatot készítettünk el, a Petőfit, az aranykiállítást, a csátkiállítást, illetve most lenne látogatható egy hihetetlenül innovatív kiállításunk az Édes Anna, és 2 városi séta van, a Pál utcai fiúk, illetve egy kis séta Ady Endrével, itt Ady nyomában fedezzük fel Budapest utcáit, belvárosi utcáit. És erről pedig Sóki Dia kolléganőm fog beszélni önöknek, hogy hogyan is kell elképzelni egy ilyen online vezetést. Én most le is állítom a prezentációmat. Én pedig megjelentem. Jó. Akkor én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban nagyon jó volt az elején a szófelhő, látni azt, hogy mindenki milyen sok hasonló érzést és gondolatot érzett és gondolt az elmúlt időszakról, amit szerintem mi is átéltünk. Nagyon nehéz, hogy megálljam azt, hogy ne tegyek fel folyamatosan kérdéseket, hiszen az online vezetéseink során mi nagyon szeretünk interakcióba kerülni, legalább beszélgetés szintjén a diákokkal, és nagyon-nagyon szívesen kérdeznék, de most visszafogom magam, és inkább megosztva a képernyőmet, akkor meg is mutatnám azt, hogy mi az, amiben mi dolgozunk, és ahogyan mi dolgozunk. Eléggé ugrálni fogok, mert nagyon sok mindent szeretnék megmutatni viszonylag rövid időn belül. Most remélem, hogy lehet látni már a megosztott képernyőmet. És azon az oldalon vagyok én is, ahol most Anna abba hagyta a honlapunknak ennek a részének a bemutatását, és én akkor először egy picit a chat kiállításba huppannék be, ugyanis mindegyik oldal, amit mutatni fogok, mindegyikhez tartozik egy virtuális kiállítás. Ebbe a kiállításban mindjárt belépünk, és akkor már lehet látni, hogy hogy is néznek ki ezek a terek, de először egy picikét a kiállításoknak az oldala, tehát hogy hogyan néz ez ki. Ez azért érdekes és fontos, mert ez majd a későbbiekben segítséget szeretne nyújtani önöknek, illetve a diákoknak is. És itt lehet látni, hogy linkelt tartalmakkal lehet találkozni, tehát ha én erre most rákattintanék, és mindjárt rá is fogok kattintani, akkor beugranánk a chat kiállításba, a virtuális kiállításba, de itt még alatta azért egy pici segítségkép igyekszünk felsorolni, hogy mi minden készül ezekhez a virtuális kiállításokhoz. Amit itt lehet látni, az, hogy mi szeretnénk egy olyan elérhető, otthonról is elérhető tárlatvezetést is készíteni a kiállításokhoz, hogyha éppen nem lenne lehetőség osztállyal élőben velünk találkozni a virtuális világok segítségével, akkor lehessen a kiállításokhoz kapni vezetést, tehát hanganyagot, illetve videót, amiben mi szintén segítünk, elmeséljük, hogy miről szól a tárlat, kiemeljük a fontosabb részeket, és itt, amit lehet látni, az pont az, hogy ez fog készülni, és ez az ikon az, ami például a chat kiállításban majd ezeket a tartalmakat megmutatja, és hogy ne húzzam tovább az időt, akkor ugorjunk be a chat kiállításba, aminek az volt az alcím, hogy a varázsló halála. Itt lehet látni egyébként ezt az ikont, itt már az eleje egy ilyen próbaverzió el is készült. Ha erre rákattintenék, akkor a saját hangomat hallanám vissza, ahogy bevezetem a chat kiállítást, de ezt most nem teszem, hanem beljebb megyek egy szobával, és ahogy lehet itt látni, ezek a virtuális kiállítások mind ilyen formában tűnnek elő, tehát ezek tulajdonképpen a termeknek a 360 fokos nézetét jelentik, és ezek a villogó ikonok pedig azok a tartalmak, amiket mi elrejtettünk a kiállításban. Nagyon sok ikon alatt van hanganyag, képanyag, videó, szöveges tartalom, tehát érdemes ezeket megnézni egyénileg is, de mindig, amikor mi vezetünk, akkor azért igyekszünk valamilyen vezérfonal mentén megmutogatni ezt a teret, hogy ne legyen olyan váratlan mindaz, ami elé kerül. Ez a tér, amit láthatunk a chat kiállításnak, talán hát a második legnagyobb, de
így igazából az egyik első bevezető tere. Én amikor vezettem a kiállításban, akkor általában itt a földre ültettem le a diákokat. Itt a sarokban nagyon kényelmes párnákat is lehet találni Csáth Géza novelláinak idézetével. És ez a terem, ez még a fiatal pályakezdő Csáthot mutatja be számunkra, akinek még nagyon-nagyon sok lehetősége adódott, a hármas művészt, itt lehet is olvasni a bevezető szöveget. Csáth Gézet nagyon fiatalon ihlette meg a zene, a képzőművészet és az írás egyaránt, mindenbe belekezdett, megpróbálkozott mindezzel, illetve emellett egyébként még a természettudományok is nagyon érdekelték őt, és hát az elején pont erre a hármas művészetre, hármas művészként tekintünk Csáthra, arra az emberre, aki megpróbálja egyszerre érezni, hallani, látni, olvasni, írni, és megtapintani, megrajzolni ezt az életet, hogy milyen lehetőségei voltak egy fiatal embernek, és a műveink keresztül érzékítjük meg azokat a karaktereket, illetve említjük fel azokat a témákat, ami számára fontos volt. Tehát mivel a Csáth életmű ugye alapvetően egy nehéz és sokszor perifériára szoruló életmű, ezért mi igyekszünk Csáth Gézát, mint alkotót, alkotói attitűdjét igyekszünk bemutatni, és a különböző kísérleteink, kísérletezéseink keresztül megmutatni őt először, és természetesen van egy olyan foglalkozásunk is, ami kifejezetten az ő dark side, tehát a sötét oldalával foglalkozik, ami meg azt próbálja picit feltárni a diákoknak beszélgetős formában, és erre általában segítségünkre van Kubiszin Viktor kollégánk is, aki nagyon jól ért a diákok nyelvén. Azt próbálja megmutatni, hogy hogyan válik valaki egy tehetséges kezdő fiatalból egy addiktív, függő és önromboló személyiségé, és mennyire elválasztandó a olyan értelemben a művészi volta attól a személytől, aki már ő mondjuk 32 évesen az élete végén tulajdonképpen. Tehát ez a Csáth kiállításnak az egyik terme, és ugrok most egy nagyot, átlépünk egy másik kiállításba. Itt lehet, hogy már többen voltak, illetve tervezik is meglátogatni, én nagyon remélem. Hát ez a mi állandó kiállításunknak egy izgalmas terme, a Petőfi kiállításban pöröghetünk most itt éppen körbe a monitorom segítségével. Ha belépnénk a kiállításba, akkor nem ez lenne az első terünk, de én most ezt választottam ki, mert ez már a fiatal serdülő és fiatal férfivá váló Petőfi életút részét mutatja be számunkra. És ahogy lehet látni, itt egy picit megpróbáljuk olvasni is általában a kiállításnak a tereit. Ez a tér már foglalkozik azzal a Petőfi Sándorral, aki 16 évesen, 18 évesnek hazudta magát, hogy felvegyék őt katonának. Majd miután sikeresen el tudta hagyni a katonaságot, ez nagyon nehezen ment neki, de egy katonaorvos megszánta őt. Utána hogyan próbálkozott a színészi pályával, és hogy mit jelentett számára a színészet, amit már fiatalon el akart érni, illetve hogyan próbálkozott a saját önképének a formálásával. Itt Petőfinek az image-építéséről ugyanúgy beszélünk, ahogyan arról, hogy hogyan miért is voltak fontosak számára a művészek által megkreált arcképek, illetve hogyan építi a saját személyiségét. Változatos foglalkozásaink vannak, amik általában ezzel foglalkoznak. Picit megszoktuk kortársiasítani Petőfit, tehát például most mutattam itt random három Petőfi arcképet, és megszoktuk általában kérdezni például a fiataloktól, a diákoktól, hogy miért lehetett fontos Petőfi Sándornak az, hogy inkább megrajzolják, illetve megfessék az ő arcképét, és miért volt kevésbé fontos számára az a dagerotípia, az a fénykép, ami fennmaradt róla, miért nem vigyázott rá, illetve miért nem szerette a fényképet, és hát ilyenkor egy picit utalunk arra, hogy hát igen, a 19. században még nem volt Photoshop, és nem nagyon tudott az ember beleszólni abba, hogy hogyan nézzen ki egy arcképen, ellenben, hogyha Barabás Miklósnak mi azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogyha az orrunk egy picit
azért kisebb lenne az állunk ellenben, egy picit erőteljesebb, akkor ő ezen nagyon gyorsan tud változtatni. És hát persze meg szoktuk kérdezni azt is, hogy mondjuk melyik képét választanák Petőfi Sándornak, ha Instagramot szeretnének alkotni, vagy melyiket, hogyha éppen egy Facebook profilt készülnek saját maguknak létrehozni. Tehát igyekszünk azért általában utalni a saját világukra, illetve virtuális jelenlétükre is. Úgyhogy Petőfi, aki eléggé formabontó és egy 19. századi lázadó karakter, nagyon, nagyon szívecsücske szokott lenni a diákoknak. Ugorjunk még egyet tovább. Ez most jelenleg nem egy háromdimenziós, nem egy 360 fokos kép, viszont ez a kezdő oldala, ami Ady Endre sétánknak, ugyanis Adival is szoktunk foglalkozni. Itt a térképen, egy Ady korabeli 1909-es térképen helyeztük el az állomásokat, és ezen lehet látni egyébként azt a sorrendet, amit mi beszoktunk járni, és ezek a pontok, ezek a Budapestnek olyan részein vannak, amik egyébként gyalogszerrel is bejárhatók, hiszen mi általában gyalog is beszoktuk járni ezt a sétát. És az Ady emléklakástól kezdve érintjük azt a helyet, ahol Ady Lédával találkozott, mert Léda testvérének ott volt kalapüzlete és lakása, ahol a nagy szerelem véget ért tulajdonképpen egy veszekedést követően, illetve bemutatunk egy olyan helyet, ahol most be is ugranék ide a Magyar Világ Kávéházhoz. Ez jelenleg itt egy olyan sarok, ahol egyébként most már itt egy mozi, illetve étterem kávézó üzemel, de akkoriban még ez a Magyar Világ Kávézó volt, ahol Ady nagyon sokat megfordult, és minden állomáson tematikusan próbálunk Adyról valami izgalmas információt megmutatni. Ezen a részen éppen nem a szerelemről, nem a lakásról, hanem a stílusáról mesélünk Ady Endrének, így például arról, hogy hogyan is öltözködött Ady Endre, és gondolná mondjuk bárki, hogy Ady Endrének bizony-bizony ilyen nyaksála is volt, illetve kedvelte az extrémebb, különlegesebb színeket, és hogy ez miért lehetett fontos egy olyan kaliberű, egy olyan attitűdű férfinak, mint Ady Endre, vagy éppen milyen volt a viszony az édesanyával, gyerekként, fiatal férfiként, és később is, amikor hazalátogatott, és ez a fajta kapcsolat, ez hogyan látszik meg az ő karakterén, az ő választásain, például azon, hogy miért volt fontos számára az, hogy kényelmes hotelszobákban tölthesse az idejét, és miért nem albérletet, vagy saját lakásra gyűjtött éppen Ady Endre, tehát miért volt neki a hotel sokkal személyiségéhez passzolóbb. Tehát itt Adival így járjuk be ezeket a tereket, és a Nemzeti Múzeumhoz is ellátogatunk egyébként, ahol Adit ravatalozták, illetve onnan az ő temetése indult, tehát érintjük mind az újságíró Ady Endrét, a szerelmes Ady Endrét, a bohém figurát, illetve azt a költőt, akit már egyfajta ilyen kultuszba ágyazva láthatunk. És amit még szeretnék megmutatni, az a Jókai kiállítás. Jókai kertünk is van, ami általában nyitva szokott lenni október végéig, de most ez sem látogatható, és ebben a Jókai kertben is lehet kalandozni virtuális felületünkön. Itt is van egy olyan információs kis pont, ahol tájékozódhatunk arról, hogy mi az, ami vár ránk, hogyha Jókai kertjében látogatunk el, de ugyanígy szeretnénk készíteni ehhez a részhez is hanganyagot, tehát vezetést, amit meg lehet akár otthonról egyénileg is hallgatni, és itt pedig Jókai kertjében kalandozhatunk, megismerhetjük azt a költőt, aki elbújik az emberek elől, akinek szintén van egy rejtek helye, egy olyan zuga, mint Tímár Mihálynak az Aranyemberben, ahonnan leskelődhet a társadalomra, és egy picit mi is leskelődhetünk egyébként a városra, amit ő nagyon jól ismer, és nem csak hogy ismer, hanem meg is fest. Tehát egy picit az író Jókain túl találkozunk azzal a Jókaival, akit szintén érdekel a képzőművészet, akit érdekel a kertészet, a természettudomány, az archeológia, a régészet, vagy éppenséggel megismerhetjük az ő gyűjtő szenvedélyének azokat a darabjait, amit például
ezek a különleges tengeri maradványok, megkövült közetek jelenthetnek, és ennél a Jókai sétánál itt egy regény szolgál még segítségünkre, nem csak Jókai életét ismerjük meg, de az aranyember is segít nekünk, hogy egy picit közelebb kerüljünk az íróhoz, tehát megnézzük például, hogy milyen szimbólumok, milyen motivumok jelennek meg Jókainál az ő regényében, és ezek hogyan válnak fontossá egyébként az ő személyes környezetében is, tehát hogy honnan inspirálódik. Mondjuk például miért lehet érdekes számunkra egy olyan Anakreon szobor, aminek egyébként meglepő módon egészen Jókai is a tekintete és az arca, és hogy hogyan válik Jókai szoborra már életében, tehát hogy miért lehet ez számunkra izgalmas, és hogy ő maga egyébként hogyan faragott szobrokat, saját kezűleg is, ezek például saját kezűleg faragott Jókai szobrok, de ha mondjuk belegondolunk például az aranyemberben, és megnézzük magunknak Tímiát, akit egy márvány szoborként látható magunk előtt, akkor egy picikét arról is tudunk már beszélni, hogy hogyan válik valaki egy ilyen kulturálisan kódolt szoborra, úgyhogy miért is szoborszerű Tímea, aki egy másik kulturális közegből érkezik Tímár Mihály számára, és mi az, ami őt meg tudja nyitni, tehát mi az, amivel ő ki tud lépni ebből a szoborlétből. Úgyhogy ilyen érdekes és izgalmas témákon keresztül kalandozunk. És amit még szeretnék megmutatni, az van Arany János kiállításunk is, és most pedig épül, és már majdnem teljesen kész, és látogatható szintén az az édes Anna kiállítás, amit egyébként nagyon-nagyon jó lenne élőben is megmutatni mindenkinek, ami szintén egy történelmi kort és egy regényt von párbeszédbe és párhuzamba. Megnézzük azt, hogy hogyan keretes szerkezet maga a regény az édes Anna, tulajdonképpen kiről és miről is szól ez a regény, miről szól ez a regény akkor, hogyha azt tudjuk, hogy édes Anna igazából az elején, mint szereplő, nem jelenik meg, ellenben nagyon sok minden megjelenik, ami utal Kosztolányi Dezsőnek a korára. Egy picit a névről, a névválasztásról, és arról a hozzá kapcsolódó történelmi beágyazásról is szó esik, ami fontos számunkra, és ezt a teret is bejárhatjuk. Itt van egy nagyon-nagyon izgalmas vetítés, amit élőben még izgalmasabb látni, de azért megpróbáljuk ezt a vetítést behozni mindenki elé. Hát én most nagyon gyorsan próbáltam több terünkben is kalauzolni a tekintetet, és én nagyon remélem, hogy lesz lehetőségünk beszélgetve, és mindenféle foglalkozás, mindenféle aktivitást kipróbálva bejárni ezeket a tereket önökkel is, akár tanári karral is egyébként, akár a diákokkal. Tehát, és akkor most átadnám a szót a kolléganőmnek, Kádár Annának. Köszönöm szépen! Én is köszöntök mindenkit, és remélem, hogy látszom is, és én is nagyon örülök, hogy megosztottátok a gondolataitokat, velünk az elején, mert hát tényleg egy nagyon jó érzés, hogy az ember nincs egyedül ezekkel a kétségekkel, vagy örömökkel, amik tényleg egy ilyen furcsa hullám vasútszerűen váltogatják egymást. Szóval én szeretném egy picit még beljebb kalauzolni a társaságot, és szeretném megmutatni, hogyha valakinek kedve támadt ilyen kiállítást építeni, akkor az hogyan is fogjon hozzá, úgyhogy én is megosztom a képernyőmet. És először is, hát most ugye a kulisszák mögé ugrottunk be, eddig mindig ugye a kiállításoknak a tereit láthattuk, most pedig látjuk azt, hogy hogy is néz ki ennek a szerkesztő felülete, tehát mindaz, ami emögött van. Ez a ThingLink nevű program, ez egy ingyenesen elérhető alkalmazás, és majd a végén el fogom mondani nagyjából azt, hogy hogyan is kell ezt az ingyenességet érteni, és hogy lehet ebben elkezdeni így kísérletezni. És hát azt fogom megmutatni, hogy hát
milyen lépésekben jut el az ember oda, hogy legyen egy saját fiókja, és aztán abban a fiókban ő hogyan fog utána kiállításokat építeni. Úgyhogy először is a regisztrációt szeretném itt megmutogatni, hogyha beüti az ember a keresőjébe, hogy Tingling per Edu, akkor ezt a felületet fogja meglátni. Azért fontos ez, mert hogy tanároknak és múzeumpedagógusoknak maga a Tingling is, meg én is igazából ezt a tanári hozzáférés, vagy tanári fiókot ajánlanám, mert hogy az egy picit több lehetőséget ad már ingyenesen is. Tehát van üzleti oldala is ennek a Tinglingnek, meg van nagyon komoly tanítási platformja is, úgyhogy ezt ajánlanám. Úgyhogy Tingling per Edu. És aztán utána, hát ahogy itt ezen a PPT-n látszik, egyébként ezeket nagyon szívesen, tehát hogy nekem ez az egész meg van egy jegyzetben, úgyhogy megosztom bárkivel, úgyhogy nem kell nagyon aggódni, hogyha most ez nem, meg ugye fel is van véve ez az előadás, úgyhogy bármelyik segítség lehet. Így lehet, hogyha az ember ugye rányom erre a startra, akkor utána beírja a nevét, vagy e-mailjét, és ad egy jelszót, utána esetleg kitölt egy ilyen teszt, és itt pedig be kell írni, hogy a saját nevét, és ki kell választani, hogy tanár-e vagy diák, ez a ról, ez a kettő lehet, és aztán már csak egy képernyő van, amin ismét a nevet, vagy itt már megjelenik a név és a szerep, és ide be kell írni egy iskola nevet, ami lehet egy múzeum név is, vagy bármilyen szervezet, amiben az ember dolgozik, és aztán itt pedig, itt most az van kiírva, hogy high school, egyébként magyarra is lefordítja ez az oldal magát automatikusan, úgyhogy nem kell megírni, hogyha valakinek ezek az angol kifejezések idegenek, mert hogy valahogy így, tehát akinek volt már, láttam már erre példát, hogy ahogy automatikusan lefordítja Google ezeket. Tehát itt kiválaszthatja az ember azt, hogy más, tehát van ilyen, hogy other, vagy más, és itt pedig ki lehet választani például a felnőtt oktatást, vagy akár általános iskolát is, vagy középiskolát, tehát hogy lehet választani olyat, ami akár a legközelebb áll mondjuk az ember munkahelyéhez. És akkor ezután már valójában belép. Ez itt, amit látnak, ez az invite code, ez akkor érvényes, hogyha egy másik intézmény, például a Petőfi Irodalmi Múzeumnak egy ilyen pilot projektjének a kódja látszik, hát ez most igazából már nem nagyon érvényes, mert hogy lassan ez így kifut, de hogy van olyan, amikor egy iskola meg tud hívni más felhasználókat, és akkor ilyen. Úgyhogy így lehet készíteni egy és hogyha az embernek van fiókja, akkor ez lesz az első kép, amit láthat. Hát nem pontosan ez, mert ugye itt nekünk már az összes tartalmunk ilyen szépen ezek mappákban vannak rendezve, de alapvetően nagyjából ez a szerkezete. Jó. És hogyha az embernek már van egy fiókja, akkor elkezdheti a tartalmaknak a feltöltését. Többféle tartalmat lehet feltölteni, például teljesen egyszerű fotókat, és hát mi igazából a fotót és ezt a 360 fokos képet szoktuk használni. A fotó például, ugye, amit a Soki Diana kolléganő mutatott, az Adi sétának a térképe, az egy pont egy fotó, ami fel van töltve, és a fotón különböző ikonokat láttunk. Na most, hogyha ezt szeretnénk szerkeszteni, akkor itt fölül ezt a két ikont lehet megfigyelni. Az egyik, én ezzel szoktam kezdeni, itt meg lehet adni, hogy mi legyen a címe ennek a kiállításnak, vagy ennek a képnek, és hogy ki lássa. Ugye ez nálunk most már ez nyilvánosra van állítva, addig, amíg szerkesztjük, addig nyilván mondjuk ilyen private-re szoktuk ezt hagyni. És a másik pedig ugye a szerkesztő felület, ez a kis ceruza. Itt ugye rögtön látszik, hogy akkor hozzá lehet adni különböző típusú ikonokat. Ezzel az add taggel lehet ikont hozzáadni,
és hogyha rákattintunk egy erre az ettegre, akkor hát látjuk, hogy megváltozik minden. Itt középen rögtön keletkezik egy ilyen kis ikonunk, amit egyrészt ugye bárhova állíthatunk a képernyőn, tehát mondjuk erre a kereszteződésre állítom, mint a József körút baros a kereszteződésére, és megmondhatom, hogy ez az ikon, ez milyen tartalmat fedjen. A legegyszerűbb tartalom ez, hogy egyszerűen csak egy kis feliratot, mondjuk ide beírom azt, hogy egy fontos útkereszteződés, és akkor ez itt meg fog jelenni ezen a képen, mégpedig úgy, hogyha ide megyek fölé a kurzorral, akkor megjelenik az a kis szöveg. Most ezt éppen itt ki fogom törölni, azt úgy tudom megtenni, hogy ezt megnyomom itt. És akkor másféle ikonokat, vagy másféle tartalmakat is tudok kreálni. Igazából ez az Add Text and Media, ez az, amit a leggyakrabban használunk. Itt most nem is így fogom megmutatni, hogy én most itt kreálok egy ilyen kicsit mondva csinált új tartalmat, hanem azt fogom csinálni, hogy egyik olyat, ami már készen van. Például ezt, ugye, ami az egész sétánnak a leírása. Hát ez hogy néz ki belülről? Ez úgy néz ki, hogy egyrészt ugye látunk egy nagyon szép képet bal oldalt, hát ezt ide úgy lehet feltölteni, hogy az ember itt meg ide behívja ezt a képet. Ami a cím, tehát ez az egy kis séta, ugye ide a title alá kell beírni, és azt csinálja, hogy a kép mellé fönt kiemelve egy címet fog berakni, és aztán pedig jön az a leírás. Ami még itt van, és érdekes, az az, hogy itt a legalján az Arcanumra tudunk átugrani, ami egy külső link, itt ezt el is olvashatjuk akár a D&D-nek ezt a botrányos, vagy botrányossá vált, vagy hát ugye ő neki botrányt kavaró cikkét, amiről a sétánk a nevét kapta, és hogyha ezt a linket meg akarnám változtatni, akkor itt tudnám kicserélni ezt a linket, és ide lehet bemásolni azt, hogy hova ugorjon az ember. Még akár meg is változtathatnám ezt a szöveget, ami a gombon megjelenik, hogyha ide beírnám. Amit még tehetek, hogy ide feltöltök hangot, tehát például amikor a Dia kolléganőm mutatta, hogy a vezetéseket meg lehet hallgatni, akkor ott például van egy hanganyag, ami rögtön beindul. Hát most éppen ezeket nem mutattuk meg, mert hogy interferálna azzal, amit most éppen magyarázunk, úgyhogy ezt nem mutatom meg, de hogy ezt is meg lehet csinálni. Tehát ez az a típusú tartalom, ami még nagyon hasznos lehet, és akkor még egy olyan lehetőség van, ami hát ugye összefűzi ezeket a különböző képeket, tehát hogyha most feltöltenék egy másik képet, már feltöltöttünk jó pár másik képet, tehát itt meg fog jelenni az összes olyan tartalmunk, ami már létezik. Tehát itt például én át tudnék ugrani egy másik jelenetbe, egy másik helyszínre. Itt most nem fogok így átugrani, hanem megmutatom, hogy ha mondjuk itt ezt a kettes elkezdeni, akkor itt látszik, hogy ugye itt az Adi emlék lakás elé fogunk ugrani a Veres Pálné utcában, és akkor ide át is fogunk. Itt ezekkel lehet mindig elmenteni a tartalmakat, és akkor azért ugranék ide át, mert hogy nagyon sokféle látok, nagyon sokféle helyszínünk van, és az egyik típusú kép, ami nem egy sima állókép, mint ez a térkép volt, az ez a Google Street View-nak hát gyakorlatilag ez a lementett verziója. Hogyha valaki szeretné, akkor ezt végig tudja követni a jegyzetemből, hogy hogyan is lehet ezeket lementeni. Úgyhogy ez már egy 360 fokos kép, körbe lehet rajta így kalap.
ugyanúgy, mint ahogy a másik képben be lehet szúrni az ikonjainkat. Ami nagyon izgalmas még a szerkesztésnél, hogy ugye ezek az ikonok, itt látszik, hogy mindenféle papucsok és boríték és ilyen Shakespeare-t idéző koponyát fogó kéz, meg mindenféle látszik. Ugye ezek az ikonok tényleg nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy egy picit még izgalmasabbá tegyék ezeket a képeket. És azt szeretném még megmutatni egy utoljára, hogy az ikonokat hogyan lehet, hát így, hogy most újra visszaugrok ebbe az elejébe a szerkesztésnél, és azt még megmutatom, hogy ennek a szerkesztő felületnek, amit már az előbb jól kiveséztünk, van még egy másik rész, ez a Change Icon nevezetű, és hogyha itt ezt a felső részt nézik, akkor ez az alapikon készlet, amit a Thinglink ad, ami már egyébként magában nagyon sok jó, izgalmas képet tartalmaz, de még több ikont fel lehet tölteni. Hát mi most már itt egy ilyen hatalmas gyűjteményt gyűjtöttünk össze az összes képünk, vagy összes kiállításunkban, és ezt úgy tettük, hogy például ezen a Free Icon, egy ilyen Flat Icon nevű oldalon, például innen le lehet tölteni ingyenes ikonokat, tehát mondjuk, nem tudom, írom ide azt, hogy múzeum felület, úgyhogy így érdemes úgy, és akkor például itt tehát rengetegféle múzeum ikon lesz, aminek nincsen kis koronácska alul, azok mind ingyenesek is ráadásul, tehát ezeket le lehet tölteni, és akkor sokkal izgalmasabb képek vannak. Ezek SVG kiterjesztésű fájlok, ez fontos, azt kell letölteni, mert ez a Thinglink, ez 64x64-es SVG-ket tud felismerni itt, hogyha az ember egy upload ikont nyom, akkor meg fogja kérdezni, hogy honnan szerezze be azt az ikont. Érdemes egyébként egy ilyen kicsit rendezettebb, mondjuk ennél kicsit rendezettebb mappa rendszert készíteni, hogy aztán az ember ne vesszen el, de például én például van olyan kiállítás, ahol van ikon mappám, és csak az ikonok vannak, hát ilyen nem annyira felismerhető, de a névből felismerhető elnevezések vannak, és innen lehet feltölteni az ikonokat. Úgyhogy így ezek az alapok igazából, ahogy ennek a kiállítást el lehet képzelni, és akkor én is nagyjából így befejeztem amit szerettem volna elmondani. Egyedül még az árazásról annyit, hogy az első 1000 megtekintés, tehát hogy méri ennek a megtekintését ez az oldal, az ingyenes, és utána az történik, hogyha az ember a saját honlapjába beágyazta ezt a kiállítást, akkor azonnan eltűnik, de ezen a felületen itt, tehát ugye a gyűjtő felületen ugyanúgy megmarad. Mi igazából amikor túlléptük, akkor befizettünk ugye a következő lépésre, ami azt hiszem, hogy 32 dollár egy egész évre, szóval nem annyira nagyon. De azért egyébként az 1000 megtekintés az, hogy mekkora az embernek a nézettsége, tehát például, hogyha csak egy osztálya használja, akkor nem gyakran fog hamar elérkezni. Bármilyen más kérdéssel? És akkor visszavettem a megosztást is. Igen, akkor nagyon szépen köszönöm. Én még egy nagyon-nagyon rövid időre venném át a szót, nem tudom, hogy hallanak-e most engem. És hát most itt tulajdonképpen lezárásaként az előadásunknak, vagy a webináriumunknak szeretnék még egy kis mentiméter szavazást indítani. Tehát az lenne a feladat, most én is megint megosztom a képernyőmet, és megint fogjuk látni a mentimétert elméletileg. Remélem. És akkor, hogyha esetleg kiléptek volna, akkor ugye a menti.com-on az 5588004-es kódot kellene beírni, és ez pedig egy ilyen nyitott kérdés,
vagy a hallottakból a legérdekesebbnek azt találtam, hogy mert nekünk nagyon fontos a visszajelzés, és nagyon érdekel bennünket az, hogy mi az, ami legizgalmasabb, leghasználhatóbb abból a sok mindenből, amit kitaláltunk, és amit megpróbálunk alkalmazni. És hát azért addig elmondanám, hogy a Mentimeter, illetve van egy nagyon hasonló a Kahoot nevű alkalmazás, ezek szintén ingyenesen elérhető dolgok a neten, és ezeket a gyerekek egy része ismeri, és sokkal flottabbul használja, mint akár mi, és ezért tulajdonképpen nagyon szoktak annak örülni, hogyha ilyet berakunk a vezetésbe, tehát tudjuk kombinálni a Thinglink vezetést, amit ugye itt most Dia és Anna bemutatott a Mentimeternek, vagy a Kahootnak a használatával, és akkor ez tulajdonképpen a motiváció fenntartásában is egy jó eszköz, hiszen az biztos mindenki tapasztalta, mi is tapasztaltuk, hogy néha nehéz, mondjuk 45, vagy néha akár 90 percen keresztül a számítógép előtt lekötni a diákokat, ez érthetően nekik is egy nagyon nagy mentális feladat, viszont amikor tudják, hogy fogjuk használni a Mentimétert, akkor ezt egy kicsit várják, akkor örülnek neki, és ez egy jó módszer arra, hogy interaktívabbá tegyük a vezetésünket. Természetesen emellett mindig kérdezünk, és emellett használjuk a chat ablakot, vagy más ilyen interaktív dolgokat szoktunk játszani, de ez is az egyik ilyen. És már látom, hogy nagyon szépen gyűlnek a válaszok, amiket előre is nagyon megköszönök. Tehát a múzeumpedagógusok, a tanárok jó barátai, hát igyekszünk, és reméljük, hogy ez egy hosszú barátság lesz majd. Thinglink felület. Úgy látom, hogy ez egy maradandó élmény volt a Thinglink az előadásunkban, hogy interaktívvá tehető egy átlagos óra, természetesen, tehát akár egy tantermi óra is tehető interaktívá ilyen digitális eszközökkel, és egy egész életművet ilyen élvezetesen élményszerűen be lehet mutatni, hát ennek nagyon örülünk, hogyha így látják. Jó, és akkor még egy percet erre rászánunk, vagy egy fél percet, mert egy kicsit el is ment az idő, és még egyetlen egy kérdésem lenne, ami egy teljesen metrikus kérdés, az, hogy, és akkor megyünk is tovább erre, az, hogy mennyire lehetnek hasznosak ezek a bemutatott módszerek, mennyire lehet elképzelni azt, hogy valóban ezeket egy óra, akár digitális, akár jelenléti óra keretében használják. Ja, és hozzá kell tennem, és ezt elfelejtettem mondani, bocsánat, hogy ez egy teljesen anonim felület, tehát, hogy bármit be lehet írni, bármilyen pontot lehet adni, mert nem fogjuk tudni, hogy ki melyik választotta, és ki mit írt erre. Ez az erős négyes kategória, azt hiszem, és ez jó. Jó, és én úgy látom, hogy a 12-es számot elértük, tehát akkor a 4,5, ez erős négyes, kis jó indulattal már ötöst is kaphatunk akár, és nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a fajta hozzáállást, és ezt a nyitottságot a hallgatóságtól, és akkor már nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmet is. Ezen a DM még látható az e-mail címünk, museum.kukac.hu, ugye ezen bárhogyan mind a négyen elérhetők vagyunk, és itt van a PIM-nak az az oldala is, amelyet Cégmány Anna mutogatott, tehát ahol ugye a mindenféle online jelenlétünk elérhető, erre csak kattintani kell, és ott lesznek a lehetőségek.